Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenek József egyetemi tanár volt, katonai attasé, szerkesztőségünk egyik legjobb barátja. Azt is mondhatnám, hogy agyafiak vagyunk, mert amikor külföldi tudósítói pályám kellős közepén Izraelben érkezett, mint katonai attasé, akkor jó volt vele együtt dolgozni. Igaz, a lapokat mindig magához közel tartotta, és gondolta, hogy a papírokba a médiának nem kell belátni, de hát ma már más időket élünk. Ma mi mutatjuk meg a lapjainkat, hogy megmagyarázni, mire gondolnak. Először is és mindenek előtt jól imádkoztunk, hála Istennek jól nézel ki, újult erővel, de nem nagy bedobással, szépen lassan visszatérni. Kipihentem magam, úgyhogy semmi különös probléma, csak egy ilyen átmeneti kis probléma volt. Szerintem kimerültség, meg az orvosok szerint is semmi rosszat nem találtak, úgyhogy ki is rúgtak a sürgőségéből, hál' Istennek egy ilyen jó egynapos várakozás után. De hála Istennek ATV-s kollégáink szakszerűen kezeltek. Mi is azonnali hatállyal felszereltünk egy ilyen berendezést, úgyhogy ha valaki nálunk elveszti a szívdobogását, mi addig, amíg jönnek a mentők, vissza tudjuk hozni neki egy defibrillátorral, nehezen mondtam ki, úgyhogy biztos kezekbe vagy, még két napot Skype-on, aztán élőbe. Akkor csapjunk bele, mert itt orosz barátaink elfelejtették, hogy te beteg vagy, és addig legalább szünetet kellett volna tartani. Az egész világ egy kicsit felhúzta a szemöldökét, amikor bejelentették, hogy atomfegyvereket telepít Moszkva Belarus határaiban. Mennyire veszélyesek ezek a kisebb fajta lövedékek? Harcászati atomfegyverekről van szó, és minden atomfegyver veszélyes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most van egy hatalmas atomfegyver egy hadászati rakétára felszerelve, amit el tudnak küldeni mondjuk az Egyesült Államok területére, vagy egy kisebb méretű, nyilván más a hatása, meg van különbség a kettő között, de atomfegyver az atomfegyver. Tetszik vagy nem tetszik, az atomfegyvernek vannak olyan hatásai, és az alkalmazásnak olyan következményei, amit senki nem kíván sehol. Na most azzal, hogy ez Belorussziába telepítik, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Belorusszia is részesévé vált az orosz érdekeknek, ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy Belorusszia az orosz közösség része. Tehát Oroszország és Belorusszia között olyan államszerződés van, hogy rendkívül szoros közöttük a politikai, gazdasági és katonai kapcsolat. Tehát az körülbelül olyan, mint régen volt a Varsói szerződésen belül. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ezeket az atomfegyvereket, ezek nem atomfegyverek lesznek, hanem atomtöltetek. Ezeket az atomtölteteket egy raktárban fogják elhelyezni valahol Fehér Oroszországba. A raktárnak az építését az ismereteink szerint várjuk csak mikorra. Július végére fogják befejezni. Az azt jelenti, hogy attól kezdve ott lesz, orosz ellenőrzés alatt, tehát semmiképpen nem kerül Fehér Orosz kézbe, orosz ellenőrzés alatt lesz, ami viszont azt jelenti, hogy csak az oroszok tudják használni. Ez ugyanaz a rendszer, mint amit az amerikaiak használnak Európában. Az amerikaiaknak ugye 6 helyen van Európában atomraktáruk, és az valamennyi, teljesen mindegy, hogy melyik ország területén van, közvetlenül amerikai ellenőrzés alatt van. Itt valamennyi orosz ellenőrzés alatt lesz. Viszont ha ezeket használni kívánják, akkor szeretném megjegyezni, hogy mivel harcászati atomtöltetekről van szó, ezeket az eszközöket nagy valószínűséggel katonai célra fogják felhasználni, de a katonai célokban benne vannak az olyan objektumok is, mint például parancsnokságok, vezetési pontok, tehát számolni kell azzal, hogy bármelyik olyan ország területén, amit Oroszország ellenségesnek minősít, használni tudják. Ezen kívül nem szabad azt elfelejteni, hogy nekik ott vannak a Iskander rakéták, amiket tudnak használni. Ennek a lőtávolsága nem nagy,
a 4-500 kilométer között van, de hát számoljuk azt, hogy Fehéroroszországhoz azért már meglehetősen közel vannak a lengyelek, illetve a litvánok, tehát az azt jelenti, hogy eléggé veszélyeztetve vannak ezek az országok, hát húzni kell egy 400 kilométeres sugarú kört, és meg lehet állapítani, hogy milyen távolságban tudják ezeket használni, de csak az egyik felhasználási mód fel lehet használni repülőgépekkel. És aki figyelte az orosz mozgásokat Belorusszia kapcsán, akkor lehetett látni, hogy az elmúlt néhány hónapban a hadászati eszközöket mozgatták az oroszok, és olyan repülőgépeket küldtek Fehér Oroszország területére, amelyekkel atomeszköz lehet kivetni, tehát atombombát tudnak felhasználni, van atombomba kivető a repülőgépen. Na most ezeknek a felhasználása nem véletlen történt, egy kísérletet folytattak arra vonatkozóan, hogyha netalántán alkalmaznák, akkor legyen meg már az előzetes gyakorlat ebben. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy a repülőgépre is tudják tenni, mert miért ne, ettől kezdve bármikor felhasználhatják, hát persze nyilván a NATO részéről bele fognak szólni ebbe a dologba. Na most az oroszok azt mondják, hogy jelenleg az EU úgy néz ki a helyzet, hogy ezt az egész atomeszközt nem fogják használni. Az amerikai értékelés először is az volt, hogy nyilván nem most fogják használni, utána már egy kicsit morgolódtak, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy emellett el lehet menni sima megjegyzés nélkül. Én úgy gondolom, hogy erre lesz egy reagálás a NATO részéről, nem lennék túlzottan meglepve, ha mondjuk például, amit a lengyelek értek már korábban, hogy Lengyelország területén az amerikaiak telepítsenek atomeszközt, ezt megvalósítanák a gyakorlatban, de egyelőre még hivatalos bejelentés nem történt eddig. Aztán meglátjuk, mi lesz az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban. Ne felejtsük el, hogy a NATO-nak ugye júliusban lesz a csúcsértekezlete, ahol nyilván ezek a kérdések is szóba fognak kerülni. Értem. Én viszont hirtelen naivitásomban arra gondoltam, hogy az oroszok azért helyezik ezt el, mert ezzel akarják kikényszeríteni a húsvéti ünnepekre a tűzszünetet az ukránokkal szemben. De hát akkor ez egy tévedés. Hát ennek semmi köze ehhez a tűzszünetnek, meg az oroszoknak nem eszükbe sincs, hogy a tűzszünetet kényszerítsenek ki egyelőre. A háború sajnos mindkét oldal részéről folytatódik, de szeretném hangsúlyozni, hogy csak júliusban lesz meg a raktár, ahova fogják ezeket az eszközöket telepíteni, tehát a húsvét az meg már itt van a nyakunkon, tehát nyilvánvaló, hogy a kettőt nem lehet összekapcsolni semmiképpen. Oké, akkor ugorjunk egy nagyot, és már is a Ramadán ünnepébe vagyunk. A Közel-Keleten vagyunk. A kora hajnali órákig spontán tüntetés hullám volt, Galant menesztése ellen, ami az utolsó csepp volt a pohárba, mondják kommentárok és a tüntetők. Tel Avivba közel 250 ezer ember ment az utcákra, és több millióan országszerte. Spontán 100 helyen kezdtek tüntetést. Csupán azért, mert Netanyahu londoni látogatásáról visszatérve kirúgta, ugyan még nem adta át az írásos papírt a honvédelmi minisztert, aki életét veszélyeztetve évtizedeken keresztül szolgált az izraeli hadseregbe, nagyon komoly beosztásokba, és a szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján a szombat kimenetelén tartotta ezt Izrael idő szerint, akkor Netanyahu még Londonban tartózkodott, de ő ezt már pénteken el akarta mondani, csak Netanyahu azt mondta, hogy pénteken ő beszél, majd beszéljen máskor. Mit is akart Galant? Galant azt akarta, hogy legyenek előrelépések, a jogi reformok, csak másképp, párbeszéddel, és az ünnepekre tegyék félre mindezeket. Na, pontosan tisztában volt azzal, ezt el is mondta a beszédébe, hogy lehet, hogy nagy árat fizet ezért, ki van rúgva, de ezekben a percekben a bel- és külbiztonsági bizottság, mint minisztert, mert ugyan ki van rúgva, de még miniszteri rangban van, most megbeszélést tart vele a parlamentbe,
és arról érdeklődnek, hogy az utcának milyen hatása van a hadsereg működésére és az össztársadalomra. Mi lesz ennek a vége? Hát ezek egyáltalán nem jó hírek, és amik az elmúlt hónapokban érkeznek Izraelből, nem jó hírek. Hát itt tulajdonképpen mondjuk ki az igazságot, hogy miről van szó. Benjamin Netanyahu semmiképpen nem akarja azt, hogy ő bíróság elé kerüljön. Ennek érdekében változtatta meg a törvényeket, ennek érdekében hoznak olyan intézkedéseket, hogy a bíróságot a kormány alá rendeli, kettőkező, majd meg fogja mondani, hogy kit lehet letartóztatni és kit nem. Nyilván maga ellen nem fog fellépni, tehát ez egy demokrácia megcsúfolása, ami történik. Én is beszéltem pár izraeli barátommal, ők sem örülnek ennek a dolognak. Szorul a horog eléggé ismételten Netanyahu körül, és hát ez egy elég durva lépés volt, hogy egy ilyen tapasztalt embert elbocsátott egyik pillanatról a másikra, de látszik, hogy egyről van szó, számára egy a legfontosabb, az ő megmaradása, az ő biztonsága, és nehogy véletlenül valaki őt ki tudja kezdeni. Hát nem lennék meglepve, hogy ez volt a kérdés, hogy mi lesz ennek a folytatása, és hogyan végződik. Hát úgy látszik, hogy az izraeli lakosság az nem enged, tehát ők tömegében mennek az utcára, és nem lennék meglepve, hogyha esetleg valami olyan kormányválság alakulna majd ki, aminek következtében egy ismételt választásokat kellene kiírni. Remélem, erre nem kerül, de nem zárhatók ki. Tehát ebben a helyzetben rendkívül kényes az izraeli demokrácia, hiszen itt arról van szó, a demokrácia helyzete, arról van szó, hogy ha ezt a törvényt ilyen módon bevezetik, akkor nagyon-nagyon sérül a demokrácia Izraelbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon rendet kellene tenni a kormányon belül, nagyon rendet kellene tenni a különböző pártok közötti együttműködésbe, mert ez rendkívül kárára válik Izraelnek. Na most az, hogy a hadsereget mennyire piszkálják és mennyire nem, az megint egy veszélyes dolog, tekintettel arra, hogy azért az izraeli biztonság eléggé fenyegetve van, ugye tudjuk, ismerjük az iráni helyzetet, tudjuk azt, hogy most már lassan megközelítik a 80%-ot az urándúsítással az irániak. Itt ugye szó volt arról, hogy célzott légicsapás esetleg nem elképzelhetetlen, amennyiben elérik azt a szintet, hogy biztosan tudnak atomfegyvert előállítani. Ezt biztosan akkor tudjuk, mikor ki is próbálták valahol a világban. De hát nem lehet elmondani azt, hogy az izraeli biztonsági helyzet teljesen stabil, ennek következtében mondjuk a hadseregnek azért működni kellene, nem megnyugtatók azok a hírek, amik a pilótákkal, illetve tartalékos pilótákkal kapcsolatban jelentek meg, tehát itt mindenképpen ezt a kérdést is szabályozni kell. Na most ebben a feszült helyzetben, belpolitikai helyzetben, nemzetközi helyzetben megválni a honvédelmi minisztertől, aki egyébként egy elfogadott, tapasztalt ember, korrupnak egyáltalán nem nevezhető. Ebben az esetben egy ilyen embert eltávolítani a beosztásából, hát szerintem több, mint hiba. Na és akkor már is olvasom a teleprinteren itt, ami előttem a képernyőn megjelent, már is meghosszabbítjuk beszélgetésünket. A következő történik. Az Izraelben működő egyetemek, ezelőtt 5 perccel olvasom, igen, egyöntetően ma szünnapot tartanak, és nem hajlandók az oktatással foglalkozni, mert az új törvények, amennyiben megszavazzák őket, az ő demokráciáikat is zavarják. Ugyanakkor ezekben a percekben a Kirjába, a hadsereg főhadiszállásán a vezérkari főnök az összes hadtest parancsnokkal tárgyal erre a megbeszélésre a még hivatalában lévő, de felmentett honvédelmi minisztert is meghívta. Majd 11 órakor a Knesset külügyi és biztonsági bizottságának elnöke, aki egy Likud párthoz tartozó úriember, összehívta a bizottságot, meghívta a honvédelmi minisztert, annak ellenére, hogy a miniszterelnök már felmentette. Az utca össztársadalmi hatásai a hadseregre, és mire képes a hadsereg ezekben a percekben. Ha egy fekete afrikai országról beszélnénk, akkor azt mondanánk, hogy katonai puccs, de itt nem, itt egyszerűen azok az emberek, akiknek az a feladatuk, hogy a hazát megvédjék, csinálják a dolgukat. Nagyon érdekes volt kora hajnali 3 órakor egy kommentár, azt mondta, hogy arra nem figyeltünk oda, hogy
ugyan az irodájába hívta, fölmentette, de a felmondó levelet nem adta még át neki. Na most emlékszünk rá 25 évvel ezelőtt, amikor Ariel Sharon egy honvédelmi miniszterét fölmentett, de a miniszter elment fürdőbe, meg mindenféle helyeken bujkált, jól érezte magát, hogy ne tudja átvenni a levelet. Itt lehet ilyen, hogy nem gondolta, vagy rossz tanácsokat kapott Netanyahu, és visszatáncol? Én úgy gondolom, hogy rossz tanácsokat kapott, de ezt neki tanácsok nélkül is tudni kellene, hiszen nem egy fiatal ember, és körülbelül tudja, hogy milyen az izraeli társadalom helyzete. Szóval az izraeli társadalom egy ideig toleráns. Elfogadják a dolgokat, de amikor látják, hogy itt miről van szó, és mögé látnak a dolgoknak, már pedig az emberek nem hülyék, itt mindenki tudja, hogy miről van szó, ez azt jelenti, hogy összefog a társadalom. Na most a hadseregben is összezártak, nagyon szépen lehet látni. Tehát azzal, hogy a vezérkari főnök összehívta a katonai kerület parancsnokokat, vagy hadtes parancsnokokat, akkor ebből eléggé lehet látni, hogy a hadsereg is összezár, próbálja a vezetőket. Általában minden hétfőn összehívja őket, de most külön ok is van rá. Hát az azt jelenti, hogy erről nyilván fognak tárgyalni, és ami ebben a lényeges és érdekes dolog az, hogy meghívták azt a minisztert, akit egyébként a miniszterelnök felmentett. Tehát itt lehet látni, hogy a hadsereg az a volt, most már a felmentett vagy felmentés alatt lévő honvédelmi miniszter mellett van, és nem a Netanyahu mellett. Na most ezért az Izraelben nem nagyon fordult elő ilyen gyakorlat, tehát itt lehet látni, hogy a hadsereg összezár, és hát remélem, hogy nem lesz egy katonai hatalom átvétel, vagy legalábbis egy erőszakos cselekmény, és esetleg a Netanyahut kibillentik a hatalomból. Meglehetősen feszült a helyzet, tehát én úgy látom, hogy a tanácsadók nem jó dolgokat mondtak a Netanyahunak, nem ártana ezt a intézkedést visszahozni, és ettől kezdve elejét vennék azoknak a tüntetéseknek, amelyek várhatók a jövőben. Nem fog engedni az izraeli társadalom, én ebben teljesen biztos vagyok, ami azt jelenti, hogy ha nem változtatják meg az eredeti elgondolást, és nem térnek vissza az eredeti állapotra, akkor ebből komoly társadalmi feszültség keletkezik. Na most Izraelben nem jellemző, hogy a hadsereget belpolitikai célokra használnák. Nagyon érdekes, mert hetek óta az járja minden stúdióba, és minden magasrangú volt katona és katona azt mondja, hogy egyenruhában nem politizál, egyenruhában teszi a feladatait, de abban a pillanatban, amikor az egyenruhát leveszi, egy szabad polgár és jogai vannak. Ez így van Izraelben, és nyilván nem egyenruhában mennek tüntetni a katonák, nem is szabad, nem is fogják megcsinálni, de attól még át lehet fenni az egyenruhát pillanatok alatt, és mehetnek az utcára, meg a fegyver kín van mindenkinél, tehát itt tulajdonképpen ez egy részletkérdés csak, hogy most milyen külső megjelenési formája van ennek az egész dolognak. Én úgy gondolom, hogy itt egyértelműen a tartalékos állomány is a lakosság mellé áll, akik folyamatosan tüntetnek most már ez ellen a törvénytervezet ellen. Tehát én úgy gondolom, hogy a kormány részéről valamit tenni kellene, mert ha nem tesznek, akkor ebben nagyon nagy baj lesz. Nagyon érdekes ugyanakkor, hogy a tartalékos állomány az lehet jobboldali, vagy lehet baloldali. Véleményük van, elmondják. Van egy csomó volt vezérkari főnök, volt nagyon sok volt Shin Bet elnök. Tehát a 75 év alatt sok ember megfordult már, és civil emberré vált. Ezek egyértelműen azt mondják, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság döntése Putyinnal kapcsolatban nekik is agályokat okoznak, hisz azoknak a katonatiszteknek, illetve magasrangú katonáknak, akik Izrael, hangsúlyozom, védelmi háborúiban részt vettek, ugyanúgy boldogan egy reptéren előállíthatók, és aztán küzdhetnek a szabadonbocsájtásukért. Nincsenek erre megfelelő nemzetközi szerződések? Hát háború és háború között különbséget kell tenni, nem? Nyilván különbséget kell tenni. Hát egy kicsit elragadtatták magukat itt a Putyin őrizetbevételi határozatával kapcsolatban.
Én úgy gondolom, hogy meg az izraeli félelmeket is megértem, hiszen előfordult már olyan izraeli katona, akit Londonban letartóztattak. Azonosítják, hát a mai technika már sok mindenre képes, tehát egy személyazonosítás, fénykép alapján történő azonosítás, videóazonosítás, és a többi megtörténik, akkor könnyen mondhatják azt. Nem az, hogy háborúba keveredett, hanem a háború során olyan bűncselekmény követett el, ami sérti a nemzetközi jogot. Tehát a helyzet az, hogy azért ezzel kapcsolatban egy kicsit alaposabban meg kellene vizsgálni a helyzetet, és nem feltétlenül egyből azzal fenyegetni az embereket, hogy le fogják tartóztatni, a külföldre mennek. Nyilván ez aggodalmat kelt azokban a parancsnokokban, vagy akár mondjuk harckocsi vezetőkben, harckocsi parancsnokokban, magasabb szintű parancsnokokban, akik köthetők valamilyen harctevékenységet, mondjuk kimiről van szó, itt a gázai beavatkozásokról van szó korábban, és amiatt ugye elmondták, hogy kiket akarnak ők letartóztatni, de én úgy gondolom, hogy ezt valahogy rendbe kellene tenni a Hágai Nemzetközi Bíróságon, Nemzeti Büntetőbíróságon, azt szeretném hangsúlyozni, mert nem a Nemzetközi Bíróságról beszélünk, hanem a Büntetőbíróságról. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a Putyinnal kapcsolatban sem kell olyan borzalmasan komolyan venni ezt a dolgot, egy eset kivételével, ha Oroszországba megdöntenék a Putyin hatalmát, jönne egy másik rendszer, és Putyint ebben az esetben őrizetbe vennék, és kiadnák mondjuk a Hágai Büntetőbíróságnak. Tehát ez elképzelhető. Volt erre már példa valahol? Erről szó nincs. Volt már valahol Európában erre példa, hogy egy... Hát, igen. Milosevic esetében emlékszünk rá, akit miután eltávolították a hatalomból, akkor őrizetbe vették és elszállították Hágába. Hát tudjuk azt, hogy nagyon hosszadalmas folyamat a bizonyítás, de az azt jelenti, hogy egy ilyen tárgyalás előkészítése több évig is tartott, de hát addig viszont letartóztatásban van, tehát tetszik vagy nem tetszik, ez azért mindenképpen a személyi szabadságjogoknak a rendkívül erős korlátozása. De úgy gondolom, hogy Milosevic esetében azért voltak olyan indokok, ami alapján felelősségre lehetett vonni. Hát az élet pikantériája, hogy a felelősséget azt ő határozta meg, mert végül is meghalt. De Putyin esetében, mint aktív államfő, mint atomhatalomnak a vezetője, mint az ENSZ biztonsági állandó tanácsának a tagja, én úgy gondolom, hogy nem lenne egy normális ötlet mondjuk egy ilyen intézkedést kiadni a Hágai Büntetőbíróság részéről. Én nem hiszem azt, hogy a Putyin bárhova meg lehet tartóztatnák, de én szerintem ő nyugati országban nem fog utazni egy jó darabig, tehát nyilván az orosz vezetés el akarja kerülni ezeket a lépéseket. Jó, akkor menjünk tovább, és nézzük meg Netanyahu újra visszatérésének második hónapjában elkezdett hétvégéken európai vezetőkkel tárgyalni, odarepült. Kicsit utána néztem, a tárgyalások központjába minden alkalommal szerepelt Irán esete. Vajon a jelenlegi helyzetben, akkor, amikor nem egybehangzó vélemények szerint, akár egy héten belül kész van az irániak atombombája, számíthat az Amerikai Egyesült Államok Izrael közreműködésében egy akcióban, amelyben hát mondjuk megakadályoznák ennek a szerkentyűnek a továbbfejlesztését? Hát ezt nyíltan kimondták már Izraelben, nem egyszer, hanem jóval több alkalommal. Megmondták azt, hogy minden áron meg kell akadályozni azt, hogy Irán tömegpusztító fegyverhez, nevezetesen atombombához jusson. Ennek érdekében minden elképzelhető és el nem képzelhető eszközt be fognak vetni, tehát el tudom képzelni azt, hogy ebben az esetben Izrael akár egyedül is, vagy az Amerikai Egyesült Államokkal együtt hajtanak végre célzott csapásokat. Nem könnyű feladat ez, hiszen Iránban ezek a létesítmények egymástól meglehetősen el vannak szeparálva, és hát több helyen kellene csapásokat végrehajtani. Viszont, hogyha együtt hajtanák végre az amerikaiakkal, akkor ez eredményre vezethetne, és hát nyilván azokat a GPU sorozatú bombákat, amelyeket bunkertörésre lehet felhasználni, tehát több emeletet képesek leküzdeni, és itt a
kényes témák azok mélyen a föld alatt vannak, ez az amerikaiak rendelkezésre áll, bár ismereteim szerint ezekből átadtak az izraelieknek, és hát úgy gondolom, hogy azért Izrael egyedül nyugodtan nem tudja felvállalni ezt a feladatot, tehát nyilván ezért gyakorolták a közelmúltban például a légierő részéről a közös bombázást, és hogyha erre szükség lenne rá, akkor én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok mögötte lenne, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy azért az Egyesült Államok szeretné megakadályozni azt, hogy ez bekövetkezzen. Hát itt figyelik az eseményeket, mi történik, hogyan lép Irán, mit kap esetleg Oroszországtól, mert nyilván, hogy kell technológiai segítség is, ha Oroszország akar adni Iránnak, már pedig miért ne akarna mostanában, hiszen ő is rá van szorulva az iráni támogatásra. Ebben az esetben eldurvulhat a helyzet, és hát sajnos ebből lehet egy közel-keleti lokális konfrontáció. Most akkor még van 3 percük, ezt most belpolitikai vizekre evezünk. Orbán Balázs támogatja a svéd csatlakozást. Orbán Balázs, mint ismeretes, a miniszterelnök jobb keze, politikai igazgatója. Tehát tulajdonképpen majdnem biztos az, hogy a parlamentben meg fogják szavazni nem csak a finn, hanem a svéd csatlakozást is? Én nem tudom, mit fognak megszavazni, mert ez, ami a magyar parlamentben történik, annak a követése az rendkívül bonyolult, mert látszik, hogy a Orbán Viktor elment Törökországba, és mindjárt megváltozott a vélemény, mondták, hogy akkor ilyen ülés, meg olyan ülés, és közben teljesen átalakult a vélemény. Nyilvánvaló, hogy Orbán igyekszik gesztust tenni az oroszok felé, igyekszik együttműködni Erdoánnal, segíti Erdoánt, amiben csak lehet, függetlenül attól, hogy magyar érdek az ég világon semmi nincs, nekünk az lenne a normális érdekünk, hogy megszavazzuk minél gyorsabban, mivel NATO tagok vagyunk, Európai Uniós tagok vagyunk, nekünk támogatni kéne azt a közös határozatot, ami van, most ne az Európai Unióval foglalkozunk, hanem a NATO-val. Itt történt egy elég egyértelmű kérés a svédek és a finnek részéről, egyértelmű állásfoglalás 28 NATO ország részéről, Törökországnak, Finnországgal nincsen, de Svédországgal vannak kisebb fenntartásai. Véleményem szerint ezt rendezik a törökök és a svédek egymás között. Nekünk ebben nem kellene beavatkozni, de ha már beavatkoztunk, ez számunkra mindenképpen negatív. Tehát semmiképpen nem tudjuk indokolni, hogy a 3 politikus, az Orbán Balázs, amit mondott, rendkívül primitív és gyenge indokokat, ezek komolyak lennének, és ez mondjuk a NATO-nak a biztonságát, vagy egyáltalán a nyugati tömbnek a stabilitását meghatározná, aztán utána meg nem szabad elfelejteni azt, hogy a svédek, akiktől mi kapjuk a grippeneket, folytatódik majd a különböző haditechnikai együttműködés, ez nekünk egyáltalán jó lenne, mert akkor a svédek is erre majd reagálni fognak. Tehát nekünk ez egyáltalán nem jó, mindenképpen negatív, és úgy gondolom, hogy ezt együtt kellene elfogadni, de én úgy látom, hogy a mai állás szerint a magyar kormány inkább szembe megy a NATO-val, mint Törökországgal. És akkor most egy bomba hír, még mielőtt kezdődik a híradó, idézem, a Neokon hozta le magyarul, Netanyahut már 2-szer próbálták eltávolítani a hatalomból az amerikaiak, idézőjel bezárva. Mit érthet a cikk fordítója? A cikket eredetileg egy amerikai labból és egy izraeliből fordították percekkel ezelőtt. Én úgy gondolom, hogy Netanyahut, mivel törvényesen választották meg, nem hiszem, hogy az amerikaiak el akarják távolítani, bár ezek a lépések, amelyek jelenleg Netanyahu részéről történnek Izraelbe, arra engednek következtetni, hogy az amerikai politikának ez nyilván nem tetszik, próbálnak vele beszélni, ha nem megoldható, hát nem eltávolítják, mert meg fogják ezt oldani Izraelbe a társadalom részéről, mert olyan tüntetéseket fognak szervezni, hogy sajnos kénytelen lesz lemondani a kormány, ha Netanyahu nem tér a jó útra. Köszönöm, hogy velünk voltál, erőt, egészséget, vigyázz magadra, és ha jók az információim, akkor szerdán már útra is kész, és visszatérsz a stúdiókba. Vigyázz magadra, és visszavárunk. Most következnek, kedves nézőim, egy általam vélt objektív híradó. Bízom benne, hogy szeretettel fogják fogadni, és ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, csak könyörgöm, nem este 9 után, és nem ünnepnapokon.
addig is további jó tévézést, a Híradó után jövünk vissza. A Híradó után már is mondom a kínálatunkat. Itt lesz Rászné Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője, itt lesz dr. Bíner Nándor, a Pázmány Péter egyik rektora, és itt lesz Jarmati István nagykövet is. Majd mindezek után jön a világ zsidó szemmel. Tartsanak velünk!